központi VIP sátorba. És akkor, hölgyeim és uraim, Négyesi Zsolt és Sándor Tomi! És utána jönnek aztán a dragosok? Jó, szóval akkor! Ahogy már elmondtam, Sándor Tomi gyerekek, ez az 50 kilós srác, hihetetlen gyönyörű, szépen kezeli a motort, a Négyesi Zsolti pedig rettentő sokat fejlődött az elmúlt 5-6 évben, gyerekek. Hihetetlen, felküzdötte magát a magyar stuntriding élvonalába, és a Sándor Tomi is, ugye, ahogy hallhattuk a riportban, bizony eléggé meg van elégedve az idei évével, hiszen több ilyen nagyon jó helyezést el tudott érni. Dobogó nem áll, de ettől függetlenül jön fölfele, mint a talajvíz. Megköltözi, gyerekek, a mércét, hiszen azonnal a tankba állva, amely egyébként be van hűtve kalapáccsal, hogy tényleg a lábuk megszűnődnek, és egy ilyen speciális gúj van rátéve. Vaj, de szép, vaj, de szép! Gyönyörű, mint a kosztümös filmekben, gyerekek, hihetetlen! Négyesi Zsolti és Sándor Tomi, két kiváló magyar versenyző, két kiváló magyar srác, akik nagyon, de nagyon messziről. Tapsoljátok meg a négyesiéket, gyerekek, nagyon-nagyon komoly! Majd, hogy nem holponton! Na, mit csinál a Sándor Tomi? Alig bírja felállítani, hallod? Álltó helyében ráesik a motor, gyerekek, betakarja, mint Ziaul fakot a tányér sapka, passza meg! Gyönyörűen csinálja! Ajaj, figyeld a négyesit, figyeld a négyesit! Hújúj, hújúj, gyerekek! Apa nem kocsit hajt, hanem a négyesi lábbal hajtja a gépet, gyerekek, vagy lábbal vezeti. És azonnal Szikora anyukát ellátják Habzsi Dőzsivel. Csókolom a drága kezeit, egyen meg a szívét, imádjuk magát, imádjuk! Hihetetlen családot tetszett fölnevelni és együtt tartani. Ilyen sok magyar családra van szükség. Tessék élvezni, a srácok önnek játszanak. Csak önnek, meg ennek a pár ezer embernek. Na gyere, Tomi! Gyönyörű, tankod, ülős egy kerék lenne, de nézd meg, hogy fújja, csúszik az első kerék, gyerekek! Közben a Négyesi Zsolti láttartó állva! Jaj, de szépen csak! Hú! Azért ott van ám gény, gyerekek! Van ám gény, meg centrifugális, meg centripetális erő! Gyönyörű! Gyönyörű, figyelj! Alapjárat, alapjárat vissza! Alapjárat visszavesz! A Zsolti gyönyörű! Ó, erről beszéltem! Ó! Lecsúszott a keze! De el ne gondoljátok, hogy ez nem így van! Amikor a melkasával tartja meg saját magát, érted? Azt csinál utána! Kézzel bárki meg tudja tartani magát, melkassal tartsd meg magad! Senki nem próbálja meg! Gyere, Tomi! Gyönyörű, azért ez se egyszerű, gyerekek, 8 ponttal láttartunk kiállva egy kerekezni, bár azért azt mondom, hogy ezt még talán a utakon is megcsináljátok, de nagyon-nagyon kérlek, hogy ne, soha ne, soha ne, gyerekek, az úton, figyeljünk egymásra, motorozzunk úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Olajat meg nem vigyetek a betonra. Autó van. Négyesi Zsolti. Sándor Tomi gyönyörű, szépen kezeli a gépet, gyerekek, gondoljatok meg a robotot. Még így lecsupaszítva is van, vagy ilyen 150-100 gyerekek, hihetetlen.
hihetetlen. És így próbálja ez a srác ezt a 121 néhány lóerőt megzabolázni, és valamit kezdeni vele. Hoppá, négyes a tankon ülő, figyelj oda! Új, de szépen megtapad a hátsó gumi egyből. Jöjjön ő! Négyes is, aj, de szép első kerék azonnal! Gyönyörű! Felkészül Bátosi és Dér párosa, de előtte, ha minden igaz, akkor rap bemutató lesz. Vásároltam póló, gyerekek, támogassátok a rendezvényt, vásároljátok a pólót, hiszen egy ingyenes rendezvényről van szó, vigyetek valami relikviát haza, hiszen 8 hónapig nincs motorozás, majd legalábbis nem. Majd utána május 1-én Kumadáron találkozunk. Ó, négyes is, de micsoda lezser elegancia, gyerekek, basztak ugye mindenét. Gyönyörű, nem tudom, hogy mennyire ütötte meg a bordáit az előző attrakcióban, de reméljük, hogy nem annyira. Sándor Tojpeny, tessék oda nézni, milyen szépen próbálja visszalassítani a gépet, miközben hogy a magyar vándort megcsinálja rendesen, idomány a vándor nyelvébe. Négyes Zsolti pedig a pálya végén gyönyörű gyakorlatokkal kápráztatja el hátsó keréken az embereket. Több percet töltenek a srácok ez alatt a rövid idő alatt a egy keréken, illetve a hátsó keréken, meg nagyon sokat a első keréken is adott esetben. Meg hát tankon ülve. Wow! Wow! Aha, aha! Jó lesz a Zsolti, jó lesz a nincs semmi gond. Ugye a versenyző fej mozdulatából lehet látni, hogy nem elégedett. De mi ezeket az apró hibákat észre se vesszük, gyerekek. És Sándor Tomé is már azt a rohadt életben! Az a hang, amit hallhatatok, gyerekek, az volt, hogy a hátsó kerék megcsinkant, egyik pillanatra a másikra tapad be, amikor rántja fölfelé a motornak az elejét, hihetetlen. Gyönyörűen fogta meg a Sándor Tomét, négyes és Zsolti, szintén a magyar vándorral. Hát én emlékszem olyan bemutatóra, amikor a Sándor Tomi gyerekek azt tudta csinálni, de csavar, gyerekek, nagyon vigyázz, Tomi, 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 vigyázz! Zsolti, kiesett egy csavarod, gyere ide! Egy csavar! Kérem szépen, hogy majd szép lassan vonuljatok föl. Miközben négyes is volt, tessék oda nézni. Gyönyörű, körbe-körbe, hátsó keréken. Laza, laza, mint a rigalánc, gyerekek. És ami nagyon tetszetős egyébként, hogy jó néhány rontás után sem adja fel a Zsolti, és nagyon szépen visszahozza a rutinból a mutatványokat. Hoppá, 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 Sándor Tomi, figyelj csak, Sándor Tomi! Egy jó kis tisztacipő koptató mutatvány. Ott a motor oldalában, onnan visszapattanva, gyönyörű. Sándor Tomi, még egyszer mondom, gyerekek, ennyi kilóval megzabolázni ezt a 121 néhány lóerőt nem egyszerű dolog. Pluszban még azért a motornak a súlya, tehát le a kalappal a Sándor Tomi előtt mindenképpen. Szerintem a négyes Zsolti most motort cserélt. Bár nem vagyok benne biztos. De mind a kettő versenyző motort cserél, még a Sándor Tomi is átül egy másikra. Most jönnek akkor a dinamikus elemeket tartalmazó
motormutatványok, vagy motoros mutatványok. Aha. Jön akkor a burnout? És hadd égen a gumi. Aha. Be kell ám melegíteni gyereknek, nézd meg, látod? Bejön egy új motorral. Ki van hűl az első? Körbe-körbe motorozások, itt bizony már csak gumiégetés, vagy csak. Itt már gumiégetés lesz, hiszen ezek a motorok inkább a gyors mutatványokra, illetve a gumiégetésre lesznek nagyon-nagyon-nagyon jó. Hiszen más fék kell hozzá, más minden kell hozzá, és ilyenkor sokkal jobban szeretnek egy másik géppel száguldozni a versenyzők. Ha. Négyes is ott mi?